Hang oké? Beszéljek még. Abrakadabra. Mikrofon próba. 1, 2, 3. 1, 2. Jó lesz, oké. Muszáj, jó legyen. Tervezetten késve kezdtünk, mindenki ide érjen. Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Akivel még nem találkoztam, Barnai Roberto volnék, biologikával foglalkozom. A biologika az egy természettudományos rendszer, ami leírja az úgynevezett természetes elváltozások működését. 81-ben egy német orvos tett egy fel... Remélem, hogy tudom följebb venni. Köszönöm, hogy szóltál. Imádom ezt a sok technikát, komolyan már belegolyózok, mire elkezdhetem az előadást. Na, most jó lesz? No. Jó. Igen, ez az. Ez az. Hamed doktor az évek alatt párszor átnevezte, éppen aktuális igényeinek megfelelően, de ez akkor is egy természettudomány. Szóval, 81-ben egy német orvos rájött biológiai összefüggésekre, megfejtette a rák nyitját. 1981 óta az embereknek nem kellene meghalni se rákba, sem pedig éveken keresztül szenvedni komoly megbetegedésektől. Egyetlen egy nagy nehézség van ezzel a tudással, hogy ezt más valaki nem tudja helyettünk alkalmazni. Más valaki... Bezárod kérlek szépen ezt, vagy... Igen, mert kivisz a húzat tényleg. Köszönöm szépen segítséget. Jól esik a friss levegő, szó mi szó. Igen. Ah, remek. Vagy ha úgy félig nyitva hagyod, hogy ne vigyel el mindent, akkor úgyis jó. Szerintem igen, nincs szétnyitva? Nincs, jó. Na, akkor még egyszer. Szóval, az embereknek nem kellene meghalni rákban. Ennek van egy nagy nehézsége, hogy ezt nem tudja más valaki alkalmazni helyettünk. Neked kell ennek tudatában lenni, ismerned kell ezeket az összefüggéseket ahhoz, hogy a komoly megbetegedéseket megússzad. Az enyhébbeket meg nem fogod megúszni, mert az élet velejárója, természetes velejárója a konfliktusok. Az enyhébb elváltozások remek lehetőség számodra, hogy ellenőrizd az összefüggéseket, hogy igaz-e, amit az a Roberto nevű csávó ott a táborban mondott, vagy csak jó hangzó valami. Nagyon fontos, hogy te magadnak ellenőrizd. Ahogy már a videókban elmondtam korábban, senki se fog utánad menni egy fabottal és ütni a fejedet, hogy hello, az életed múlhat, ez múlik ezen, nem múlhat, múlik. Felelősséggel ki tudom jelenteni, hogyha te nem ismered ezeket a biológiai összefüggéseket, lutrizol az életeddel. És nyilván, aki abból él, hogy szeretne téged a végtelenségig fejni, a pénzedet lehúzni rólad betegségekkel, ő nyilván soha nem fogja neked elárulni ezeket a aprócska titkokat, hogy hogyan tudod a kezedbe venni az egészségedet. Ez a harmadik alkalom, és köszönöm ezúton is a szervezőknek a lehetőséget, hogy itt előadást tarthatok ebben a nyári eseményen, ezen az elvonuláson, ebben a táborban. Meg is kértek, hogy most ne az alapismeretek legyen, hanem legyen egy kicsit ilyen kedélyjavító téma, ilyen párkapcsolatos díj, biológikus szemmel. Ugyanis hallom, hogy sokan azért is jönnek ide ebbe a táborba, hogy értelmes fiatalokkal találkoznanak, értelmes emberekkel kapcsolódjanak. Jó páran közületek a páratokat keresitek, tudom. És ehhez szeretnék nektek immáron biológikusan, mert ez a tudás az élet sok területére kihat, segít a döntéseket hozni, biológikusan hogyan lehet ezt jól csinálni. Természetesen az, amit én itt ezzel kapcsolatban elmondok, ez az én konklúzióm, tapasztalatom, meglátásaim, összegzése, rövid összegzése.
Te gondolhatod másképpen. Én felvillantom neked ezt a biológikus megközelítését a párkapcsolatoknak. Nézd meg, hogy mi az, amit nem jól csinálsz. Nézd meg, hogy mi az, ami folyton oda vezet, hogy folyton ott van ebbe a fejedet, ahol szoktad beverni a fejedet. Nézd meg, hogy mit tudsz ezen változtatni, és élvezd az előnyét ennek a tudásnak. Először is a párkapcsolattal kapcsolatosan, szép magyar nyelven, mi a jó párkapcsolat? Csináltam egy kis jegyzetet, hogy beleférjek egy másfél órába. Két eltérő nemű ember, nagyon, ja, ez is ugye fontos, hogy biológiailag optimális, az az optimális, hogyha eltérő neműek alkotnak párkapcsolatot. Leszögezem, hogy tudom, hogy a biológiában a homoszexualitás is beletartozik, és a biológikában nem nézzük le a melegeket, mert tudjuk, hogy ahhoz nekik el kellett szenvedni egy brutál konfliktust, amitől átkapcsol egy kapcsoló a fejükbe, és így a saját nemükkel létesített kapcsolatra kinyílnak. De a biológiai alap, és maradjunk ennél, ugye eltérő nemek. Tehát a jó párkapcsolat attól jó párkapcsolat, hogy nagyon hasonló értékrendű emberek állnak össze, nagyon hasonló gondolkodással, és akkor beszéltünk jó kapcsolatról, hogyha relatíve konfliktusmentesen együtt tudnak élni. Mivel ugye a hosszú távú tartalmas párkapcsolatban gondolkozunk, évekbe gondolkozunk, évek alatt kismillió konfliktust el tudunk szenvedni. Ezért nagyon fontos, hogy már az elején olyan kapcsolatra tölekedjél, ami relatíve konfliktusmentes. Teljesen konfliktusmentes kapcsolat nincsen, de már az elején ez sokat megszámít. Miért fontos, hogy relatíve konfliktusmentes legyen a kapcsolatotok? Azért, mert a biológikából, az öt biológiai természettörvényből tudhatjuk, hogy ha elszenvedsz egy konfliktust, ami öt feltételnek megfelel, vagyis felzaklató, váratlan, elfogadhatatlan, kibeszéletlen és megoldatlan, egy icipici érzelmi drámának is lesz egy icipici szervi vagy mentális elváltozása, egy súlyosabb konfliktusnak súlyosabb daganatnövekedés vagy sorvadás lesz a testedben a következménye. Tehát, hogyha a hosszú távú, egészséges együttélésre törekszünk, akkor ezt a konfliktusorientált gondolkodást be kell iktatni a fejünkbe. Tehát már eleve olyan kapcsolatra kell törekedjünk, ami békés, nyugodt, szeretetteljes. Mit értek ez alatt? Ne esetek abba a hibába, amiben én is beleestem, hogy megsajnáltam valakit, megszerettem, és akkor gyakorlatilag sajnálatban voltam vele egy fél évig, és akkor fogom fel, hát jó, hogy nem oldom meg az ő az élet problémáját, hát meg nem is akarja megoldani, és ez a poén. És elkínlódtam fél évet az életemből teljesen, majdnem feleslegesen, de utólag persze ez nagy hasznot hoz. Tehát azért fontos, hogy relatíve konfliktusmentes legyen a kapcsolatod a pároddal, mert ez kevesebb fizikai elváltozással jár együtt, kevesebb betegeskedéssel, és ami még érdekesebb, kevesebb elmezavarral. Ugyanis, hogyha elszenvedsz két konfliktust, és az agyad jobb és bal oldalán kimegy a biztosíték, akkor is, ha lájtosan, de elmezavarossal kapcsolunk. Bekapcsolunk elmezavarokba. Tehát két pici konfliktus, már megborul az értékítélő képességed, vagy a tiszta gondolkodásod, és észrevétlenül elkezded leamortizálni magadat. Ismersz olyan embereket, hogy akik amióta együtt vannak, hogy fogalmazom szépen? Visszahúzzák egymást? És amikor azt látod, hogy külön vannak, akkor mind a kettő okos, ügyes, talpra esett, pörög, alkotók, tevékeny, tiszta gondolkodású, de amikor együtt vannak, akkor zizi mind a kettő. Na, ezt el kell kerülni. Ugyanis sok ilyen hosszú távú párkapcsolat nem azért jön létre, mert két ember együtt akar maradni, hanem mert összeláncolja őket az elmezavar. Nagyon durva. Itt a biológiában mindig minden a túlélésről és a fajfenntartásról szól. E körül forog minden. Na, miből fakadnak a konfliktusok? Négy szóba lehet ezt a legtömörebben összegezni. Hitek, hiedelmek, tévhitek és téveszmék. Ebből fakadnak a konfliktusaink 99%-a. Tehát ha azt érzed az életedben, hogy fú, van egy szar dolog az életemben, amit nem bírok elviselni, amit rosszul vagyok, amit hülyét kapok, ha már foglalkozni kell vele, meg már megint, meg és így zuhansz le érzelmileg, nézd meg azt, hogy állj a tükörbe, ugye van ilyen tükör gyakorlat egyik előad, nem is neten fönt van videókban, hogy állj a tükörbe, és nézz szembe önmagaddal, és tedd fel magadnak a kérdést, hogy mi az, amit rosszul látok,
tévesen látok, helytelenül látok, és ide vezetett, hogy konfliktusban vagyok. De hát én a másiktól azt várnám, hogy mit tudom én, legyen hűséges, tartson ki mellettem. És ha megnézed, akkor az ember nem egy monogám élőlény. Tehát legalábbis addig, ameddig tartós, hosszú távú párkapcsolatot tudunk létesíteni, ott ismerkedni, gyakorolni kell, szárnya bontogatni kell, mint hogy fecske is repül, először egyszer-kétszer azért padlót fog. Szóval, hitek, hiedelmek, téveszmék, tévhitek. Ha konfliktusban vagy, ez azt jelenti, hogy van valami tévhit a fejedbe, ami félrevisz, és szenvedsz tőle. Be kéne látni, hogy mit tudom én, az, akiről azt gondoltad, hogy élete szóló párkapcsolat lesz, nem az. Mert elnézted, mert benézted, szokták pestiesen mondani. Szóval, a párkapcsolat szempontjából miből fakad a legtöbb konfliktus? Éretlen emberekkel való együttélésből. Éretlen. Ez azt jelenti, hogy gyermetek gondolkodású. A gyermetek gondolkodás ugye infantilizmusnak nevezik az orvostudományban, ennek is konfliktus függő módon kismillió fokozata van, de neked észre kell venni, hogy ki az, aki infantilis, ki az, aki gyerekes. Elmondok néhány ilyen kulcsszót, elárulom, nem lenne rossz, ha esetleg telefonba vagy valahova ezeket a kulcsszavakat jegyzetelnéd, mert baromi hasznod lesz belőle, hogyha legközelebb alkalmaznád. Az ilyen ember függő. Akármilyen értelemben mentálisan függő. Jaj, most anyukám mit fog mondani, hogyha én most ezt csinálom, vagy azt csinálom? Vagy jaj, mit fognak mondani a többiek? A gyerekes ember komolytalan. Nem tudsz rábízni komoly dolgokat. Mondom neki, légy szíves, takarítsd le a tükröt, és betenyereli, érted? Mert jaj, nem gondoltam, hogy az betörhet. Tehát ilyen dolgokra neked szűrnöd kell a párkapcsolat elején. Meg kell nézni, hogy mennyire érett az illető. Mennyire elmezavaros. Hála Istennek az elmezavarok már fel vannak tárva. A szervatlasz kék hátteres részében gyönyörűen össze vannak foglalva. Tényleg összesen 26 elmezavar létezik. Ha ezeket legalább nagy vonalakba tudod, akkor a tüneteit fel tudod ismerni. És nem fogsz egy olyan hibába belegyalogolni például nőként, hogy hú, annak a pasinak aztán van önbizalma. Hú, hogy lealázta azt a másik kettőt. Nőként ez azt a látszatot sugallja, hogy ez egy alfahím. Hű, leosztotta a többieket. Hú, hogy leugatta őket. És nőként ez azt hozza ki belőled, hogy na, végre egy pasiokinek van tartása. De ha megnézzük biologikusan, ez az embernek ahhoz, hogy másokat lealázásra képes legyen egyáltalán, durva önértékelési konfliktusokat kell elszenvedni. Önértékelési konfliktusok nélkül nincsen gyűlölködés, nincsen értékítéleti zavar, nincsen egészen a fasizmussal fajgyűködésre bezárólag, nincs. Önértékelési konfliktusok nélkül nincsen ilyen gyűlölködő viselkedés. Maradjunk egyelőre az elmezavaroknál. Kevés időm van, szoktam párkapcsolati tréninget tartani évente egyszer-kétszer Magyarországon. Ha valakit érdekel, majd gyertek el össze, tartunk egy ilyen tréninget. Most csak egy zanzásított változatot mondok nektek a leghasznosabb, legegyszerűbb fontosságokkal. Nézzük tovább. Miből fakadnak konfliktusok egy párkapcsolatban? Ugye, és a konfliktusok vezetnek el aztán a megbetegedésig, elmezavarokig. Eltérő, tehát volt először is éretlen vagy elmezavaros ember. Ez relatíva könnyen szűrhető. Másik, eltérő értékrend. Ne tudjátok meg, mennyire pocsék dolog, amikor az ember X év házasság után rájön arra, hogy apám, két világ vagyunk. Az egyik ilyen, természetszerető, vagy mit tudom, a másik meg egy ilyen panellakó, vagy akármi. Hát ez rengeteg szenvedéshez és konfliktushoz fog vezetni. Eltérő gondolkodás. Például az egyik vegán, a másik meg húsevő. Érted? És csak egy ilyen pitelner dolog meg tudja éveken keresztül keseríteni az együttélést. És akkor durvulunk. Eltérő életcélok. Tehát, hogyha te párod, leendő párod életcéljai mereven, hogy is mondjam, markánsan eltérnek a te életcéljaitól, akkor ott lépést nem szabad tovább menni abba a kapcsolatban. Gálánsan, kedvesen, szeretettel ki kell lépni belőle. Ezzel kapcsolatosan van egy gigantikus tévhit a köztudatban, ami kismillió ember életét megkeseríti, és ez a különbözők vonzák egymást című duma. Ember, ez még a fizikában se igaz. Nem igaz. A különbözők taszítják egymást.
Élhetetlen lesz tőle a kapcsolat. Ez nem azt jelenti, hogy két fiúnak kell összeállni, meg két lánynak, hogy hasonlóak legyenek, hanem mentálisan, gondolkodásban kellene hasonlónak lennie. Tehát már is kiukadunk egy fontos momentumhoz, ha te hosszú távú párkapcsolatban boldog ember szeretnél lenni, nem fog a sült galamb az öletbe pottyanni. Neked először is definiálnod kell, hogy mire vágysz, és utána potyog a sült galamb. És lehet velem fogadást kötni, de amíg nem definiálod, addig nem. Nézzük tovább, nem fogok nagyon a mélységébe menni, és ha van kérdésed, kérlek a végén tedd fel. Tehát a különbözők nem vonzák egymást. Hasonló gondolkodású embert kell keresned, hasonló családi háttérrel, és így tovább. De ezt később még precízebben fogom segíteni definiálni. Na most, miből fakadnak a konfliktusok? Tévek, tévhitek, téveszmék, hiedelmek. Honnan erednek ezek a hiedelmek? Miből gondolod te, hogy egy férfinak meg egy nőnek 30-40-50 évig egymás mellett kéne élnie? Miből gondolod te? Miért gondolod? Honnan szoptad ezt az információt? Hát mert anyámék is milyen szépen együtt élnek már 40 éve. Meg a család, meg másoknál, meg az ideális párok, akiket ismerek, az utcánkban van egy idős házas pár, és 70 évesen is kézen fogva mennek, és Istenem, de szép az életük. Ragyognak. És akkor te veszed a mintát, hogy na, én is ilyen pasit szeretnék, valaki beesik az ajtón, ráveted magadat, és aztán csodálkozol, hogyha nem ez lesz a végeredmény. Miért? Mert itt is van egy tévhit benne, amit mindjárt tisztába is teszünk. Na, ki az, akire rávetjük magunkat? Párkapcsolatilag. Biztos itt azt látom, hogy javarész 18 év fölötti korosztály van, és hogy meg is engedem magamnak ezt az egyszerűbb, nyersebb, közvetlenebb fogalmazást. Ki az, akire rá szoktunk mozdulni? Képzeld, itt valaki kóvályog itt az elvonulás területén, meglátod, és azt mondod, hogy mindjárt rátam. Egy, tetszik külsőre. Jó, kisugárzása. És az agyad elkezd benne valami hasonló dolgot felismerni, amit te az ideáljaidban láttál. Amikor 10 éves kislányként sétáltál az utcán, és azt láttad, hogy egy férfi milyen kedvesen bánik egy nővel, hogy asszonyom, kérem, fáradjon be az ajtón, és gyerekként ezt láttad, és olyan szép volt, ez berakod a fejedbe, hogy nekem olyan pasi kell, aki mindig beenged az ajtó maga előtt. És ez ösztönösen eltárolódik. Lassan kiukadunk a mintákhoz, nem is húzom a szót. A fejünkben minták működnek. És mielőtt azt gondolod, hogy ez ilyen spiri dolog, fenéket, ez száraz biológia. Ezért is merem egy ilyen témában ezt fölhozni, hozzátenni, megemlíteni, mert ez száraz biológia. Amikor te megfogantál, letöltötted anyukától és apukától a morfogenetikus mezőből azokat az információkat, ami nekik, kettejüknek a túléléshez megfelelő volt. És hogyha az apád már akkor ha az én apám már akkor egy alkoholista volt, aki üzgérelte anyámat nagy pocakkal, nem igaz, csak példát mondok, eltelik 20 év, kifogsz egy nagyon sármos, aranyos, kedves pasit, aki meg fog téged hajkorázni nagy pocakkal. Mert az agyad nem fog mást választani, csak az ideálod, a mintád alapján. Tehát gyerekkorban, nem csak gyerekkorban, a fogantatás előtt 9 hónappal már gyűjtik a szülők agyai az információt, a fogantatás pillanatában ezt a gyermek letölti, és egész életére meghatározza a stílusát, a működését, a gondolkodását, a beállítottságát. Ezen nem nagyon tudunk változtatni. Eljön az 1 éves kor, akkor letöltjük az utolsó nagyobb ilyen szülőktől származó csomagot, majd 10-20 éven keresztül ellesve a környezetünkben a jelenségeket, abból okulva, tanulva vagy félreértve gyűjtjük az információkat. Tehát mintákat tárolunk el. Látom az arcokon, hogy néhány embernek ez már nem új információ. Sőt, fogadjunk már alig várat, hogy kimondjam, hogy apádra, anyádra hasonlító pasit fogsz választani. Ismeritek, ugye? Na, kinyitod a YouTube-ot, ez dől belőle, azért próbálok úgy mondani, meg azt mondani, amit még YouTube-on nem nagyon hallottál.
Tehát az agyad önkéntelenül, és ez nem kívánságműsor, ez száraz biológia, önkéntelenül olyan nőt fog, férfiként olyan nőt fog kerestetni veled, arra fog téged rámozdítani, arra fogod rávetni magadat, akit az anyádra ráillik. Nőként pedig a férfi ideál lesz a másik pólus, ott pedig az édesapádnak a mintáit fogja keresni az agyad. Nagyon durva. Ha évek óta kísérletezel, nyüglődsz párkapcsolatokkal, nézd meg, hogy mindig az vezetett oda a szakításhoz, hogy olyan tulajdonságok jöttek elő a másikba, egyszer csak így előbukkant, amit utálsz az apádba, utálsz az anyádba. Akármi. Na most a poén és a pikáns dolg ebbe, hogy nem csak a jó tulajdonságokat tölti le az agyunk máshol jeleszülőktől, hanem a rosszat is. Tehát, hogy ha, mit tudom én, van mondjuk egy, egy banális példát mondjak. Anyukádnak van egy rossz tulajdonsága, hogy ma ezt mondja, holnap azt mondja, és ezt ezen ki tudtál gyerekként akadni, hogy egyik nap azt mondja, menjünk a strandra, másik nap azt mondja, nem megyünk kapálni a barackosba, és akkor gyerekként ezen kiakadtál, mert hol ezt mondja, hol azt mondja. Össze fogsz jönni 20 év múlva egy emberrel, egy nővel, a férfiként, és ugyanezt fogja veled csinálni. És csak nézel, mint a moziba, hogy ez mi? És ha ezt nem hiszed el, tessék még pár kapcsolatot kezdeményezni, futtatni, és akkor az a jelenség fog történni, hogy ugyanazok a problémák fognak minden embernél kijönni. És tudod, mi a durva? Hogy ezt te hozod ki belőlük. Érted? Tehát az, ami benned van, e felé törekszel, ez vonz téged. Ezért is elkép. Ha nem akarod, hogy a robotpilóta, az agyad, a bioszámítógépet keressen neked fajfenntartás alkalmas párt, akkor itt az idő, hogy górcső alá vegyed azt, hogy mi van a fejedbe, és átírd, ha nem tetszik. Tehát, ami ösztönös, az nem tudatos. És fordítva is igaz, hogy ami tudatos, az nem lehet ösztönös. Tehát mi az ösztönös, hogy jaj, úgy szeretnék, vagy nem tudom, hogy miért szeretném, de mit? Ó, Istenem, de odáig vagyok a vörös hajú nőkért. De miért? Mit tudom én? Ennek is van egy programozó eseménye, ami engem beállított arra, hogy tudom én, bukjak a vörös hajú nőkre. A fétisekről most nem beszéljünk. Tehát mire vagy beállítva? Kit keres a tudat alattéd? Tudod-e, hogy kit keres? Nyilván olyat, aki nem csak hogy olyan, mint apukád meg anyukád, hanem ha egy ilyen nagyon mély, nagyon nagyon hasznos önvizsgálatot szeretnél tartani, vedd górcső alá a nagyszülőket is. Tehát apukád, anyukád, anyai, papa, mama, és így tovább. És minden egyes, ugye felírsz ilyenkor 6 embert. Úgy szoktuk, hogy anyu, apu, papa, mama, stb. Jó tulajdonságok, rossz tulajdonságok. És elkezdjük összegyűjteni. Ismerd meg a családodat, ismerd meg a gondolkodásodat, mert azt gondolod, hogy gondolkodsz, de nem tudod, hogy mi működteti az agyadat, és hogy miért csinálsz dolgokat. Fantasztikus jó dolog, mindenkinek ajánlom. Nekem az életemben egy akkora felszabadító erővel hatott ez, alig várom azóta, hogy elmondjam embereknek. Szóval, kezdjük apukáddal. Rossz tulajdonsága, jó tulajdonsága. 10 jó, meg 10 rossz tulajdonságot tuti, hogy kapásból előbb ér szedni. Elárulom, hogy én ilyen 40-50-nél álltam meg, amikor úgy már azt mondtam, hogy na, ez már azt hiszem elég jó leírás. Jó tulajdonság, rossz tulajdonság. Tudjátok, mi a legpocsékabb dolog az egészben? A legborzasztóbb? Hogy ha van egy tulajdonság az apukádba, vagy az anyukádba, amit rühelsz, rosszul vagy, ha nem vagy rá tudatos, az agyad olyan embert fog választani, hogy garantáltan benne lesz az a tulajdonság. Ha nem, akkor meg kihozott belőle. Eszméletlen. Tehát önvizsgálat első számú, szülők, apu, anyu, nagypapa, nagymama, jó tulajdonságok, rossz tulajdonságok. És akkor fogod ennek a dolognak igazán a súlyát érzékelni, akkor ezt megcsinálod. És rájössz, és végignézed, hogy na, eddig volt 12 pasi az életemben, nézzük csak. És azt fogod látni, hogy pakker, apám összes rossz tulajdonsága ráillik minden pasimra.
Mert nem én választottam, hanem a robotpilóta választott az agyamba, aki csak a túlélésen jár az össze, semmi máson, meg a faj fenntartáson. Mi a fontos dolog ebben? Hogy én nem vagyok azonos a robotpilótámmal. Az, akihez most beszélek, aki fölfogja a szavaimat, az egy szellemi lény. És az, aki itt ül a széken, és futtatja az elektronokat a bioszámítógépben, az pedig, úgy szoktam nevezni, hogy a genetikus entitás, vagyis a robotpilóta. Neki semmi fontossága nincs az életben, csak hogy mind csak úgy valamit túléljen. Neki csak a túlélése fontos. Szóval vagy a testedben te, meg van a robotpilóta. És ha nem figyelsz oda, a robotpilóta beledumál az életedbe. Nagyon beledumál. Úgy beledumál, hogy sokszor háromszor menjünk a falnak, és így fogjuk, nem lehet igaz. Ezt már tudtam, csak elfelejtettem. Nagyon érdemes ezt. Tehát ki választ? Te választasz, vagy a robotpilóta választ? Ha szeretnéd megismerni, hogy milyen programozás működik benned, lehet velem fogadást kötni. Ha szeretnéd megtudni, hogy milyen férfiakra, nőkre fogsz rámozdulni a jövőben, ott lesz azon a minőség, azon a tulajdonság leíráson. És hogyha ezzel nem vagy boldog, mert mondjuk a szüleid nem egy álom idilli párkapcsolatot folytattak az életükben, mondhatni ma már elég ritka, akkor legyen a tied az, és tedd félre az ő mintájukat, és döntsd el, hogy te mit szeretnél. Mert egyetlen módja van annak, hogy a robotpilótát az oldalunkra állítsuk, hogy elő kell szedjük, hogy mi is van benne. Aha, jó, én mást rakok bele. Mert te, mint szellemi lény, az robotpilótád alád van rendelve, és amit te döntesz, azt neki kutya kötelessége betartani. És ez a legcsodálatosabb az egészben, hogy nem kell a karmától, úgy mondják, ez karmától generációkon keresztül szenvedni. Nem. Vedd a szülőket, nagyszülőket górcső alá, és meg fogod látni, hogy milyen kényszerek, ösztönök futnak a fejedben. Tehát, és még egyszer, hölgyek, urak, ez nem spirituális dolog, ez biológia, ez így működik az állatvilágban. Figyeld meg az állatokat, kutyákat, macskákat. Érted, ilyen volt, hogy egy időre egy állatkertben összezártak 100 zebrát lovakkal, és utána az a zebra mindig lovakkal akart párosodni. Tehát, nem kellene ebben nagyon belemenni. Szóval, van lehetőséged átírni. De jó sok jegyzetem van. Kicsit össze is kevertem. Oké. Ha nem vagy tudatos arra, hogy milyen programozás van benned, hogy milyen nőt fogsz mindig bevonzani, hanem ha tudatlanul, meg kell ismer, ha nem vagy rá tudatos, akkor biztosan azt fogod bevonzani. Mert nem tud másképpen lenni. Ez egy túlélési program az agyunkban. Ezért nagyon fontos, hogy vedd elő, nézd meg. Életed egyik legkalandosabb és legizgalmasabb eseménye lesz ez, amikor így előveszed. Ne tudjátok meg, én... Nem pofázom ki a fél családomat, de eszméletlen. Még a mintákhoz egy dolog. Ó, persze... Ez tetszik anyámban, azt tetszik apámban, és ezt így a fejembe berakom mintának, hogy na, az én gyerekemnek is ilyen apja legyen, meg ilyen anyja legyen. De még egyszer, nem csak a jó tulajdonságokat, a rossz tulajdonságokat is lemásolja az agyunk. Amikor gyerekek voltunk, nap 24 órájában néztük a szülőket, hogy aha, ilyen esetben így kell viselkedni, olyan esetben így kell viselkedni, erről ezt kell gondolni, arról azt kell gondolni, és akkor ezt így kontroll és ellenőrzés és cenzúra nélkül rögzítettük. Nem fontos, hagyjad, majd felszedjük. Érted? És ezek a ellenőrizetlen inputok határozzák meg most a viselkedésedet. Ezek az ellenőrizetlenül fejedbe bejutott gondolatok, meglátások határozzák meg, hogy most hogy gondolkozol. Köszönöm szépen.
Még egyszer, ha nem vagy rá tudatos, akkor biztosan, és a rossz tulajdonságokat is vedd elő. Ez akkora parádé lesz, hogyha egyszer veszed a fára. Ha már unod a párkapcsolati pofára eséseket, szívásokat, csalódásokat, egyszer úgy is meg fogod ezt csinálni. És akkor fogod igazából meglátni azt, hogy a rossz tulajdonságokat is elő kell szedni. Jó, de hát mit tudom én, anyám meghalt 20 éve, honnan tudjam én, hogy az agyam 30 évvel ezelőtt milyen mintákat tárolt el róla? Apád él még? Menj oda, kérdezd meg, hogy apu, figyelj, mondd már légy szíves, anyámnak milyen rossz tulajdonságai voltak. Mik voltak azok, amit a falra másztál? Vagy milyen csalódásokat okozott neked? Mik voltak azok? És akkor elkezd majd mondani neked dolgokat. Így egyébként tudod ellenőrizni, hogy működnek benned a minták. Tudod ellenőrizni. Nem tudod kikerülni. Szóval, van lehetőséged másképpen dönteni. Ha nem vagy megelégedve azzal, amiben eddig így mond belefutottál, ez egyébként ilyen formában egy kész szerencsejáték, hogy ha valaki tudatlanul megy neki a párkapcsolatnak, ennek garantált kínlódás lesz a végeredménye. Nagyon jó gyakorlópálya egyébként. Tehát dönts másképpen, tudatosan. Na, hogyan? Megint csak egy tömör kivonat következik a párkapcsolati tréningből. Pizza rendelés. Ismeritek? Van, aki ismeri? Szóval, elővetted a szülőknek a mintáit, megnézted, kigyűjtötted, észrevetted, tudatossá váltál rá. Ez az első lépés. Második lépés, hogy megnézed azt, hogy te mit szeretnél? Nem a robotpilóta fejedben, az összes hülyeséggel, amit összeszedett a környezetből 30-40 év alatt, hanem te, a szellemi lény mit szeretnél? Mert ne gondold, hogy a kettő egy. Ne gondold, hogy a kettő egy. Te boldog szeretnél lenni. A robotpilótád meg csak túlélni akar, meg csak gyereket nemzeni, és kész, neki véget ér az értelmi képessége. Ő csak erre képes, mert erre van kitalálva. Ő a robotpilóta, tudod, van, aki állati énnek nevezi, vagy ösztönlénynek, a bennünk lakozó ösztönlénynek. Én csak egyszer robotpilótának. Mikor van szükség a robotpilótára? Ha elengedem a kormányt. Ha a pilóta bealszik. A robotpilóta nem rossz dolog. Hát ne tudd meg, hányszor megmentette már az életedet. Sőt, lehet a robotpilóta volt az, aki legutóbb, amikor benne voltál egy pokoliszhar párkapcsolatban, azt mondta, hogy na itt a vége, elég, befejeztük. Mert magadtól nem vetted volna rá magadat, és kellett a robotpilótának a pöckölése hozzá. Szóval a robotpilóta jó dolog, de az, amit ő akar, az garantáltan nem azonos azzal, amit te akarsz. Úgyhogy a robotpilótában lévő infókat felül kell írnod. Hogyan? Dönts másképpen. Ilyen kis pici hurkokat csinálok egyébként az előadásban, mert szeretném jól rögzíteni a fejetekben. Tehát nem vagyok feledékeny, szándékosan ismételgetem finoman a dolgokat. Tehát ki az, aki nekem kell? Azt figyeltem meg, ugye konzulensként működök, konfliktus feltárással, elemzésekkel foglalkozom, konfliktusnak a logikáinak a megértésével, és azt vettem észre, hogy, hogy emberek együtt élnek olyanokkal, akik nem is hozzájuk valók. Sőt, emberek összeköltöznek olyanokkal, akikről nem is ismerik, kettő, még azt sem tudják, hogy ők maguk mit szeretnének. Szerinted lesz abból valaha egy boldog párkapcsolat, hogyha én csak úgy összeköltözök valakivel, és még én magam se tudom a saját fontosságaimat, hanem majd odabízom, hogy majd hát, ha véletlenül úgy alakul. Garantált szívás. Tehát definiálnod kell az igényeidet. Amíg ezt nem teszed meg, nem fog öletbe potyanni a sült galamb. Azért mondom ez direkt így, mert ez így működik. Tehát a sült galambot nem kell levadászni. Az tényleg jön, csak meg kell várni. De mikor fog jönni? Ha a fejedben tisztában vannak téve a dolgok. Tudjátok, mi teremtő lények vagyunk. Teremtünk éjjel-nappal. Nem kérdés, hogy teremtünk-e, egy kérdés van. Mit teremtünk? A saját szerencsétlenkedésünket, vagy célirányosan a vágyainkat megvalósítjuk, álmainkat megvalósítjuk? Ki fog leghamarabb a céljához elérni? Aki tudja, hova tart. Tudja, mit szeretne elérni.
Te szeretnék ide átmenni az akácosba, akkor nem fogok elindulni kerekegyháza irányába, hanem itt megyek neki akácosnak. Te hány évig akarsz kóvályogni az életedben, míg megtalálod az igazi párkapcsolatot, ami tényleg minden nap öröm? Komolyan felkelsz reggel majd úgy, hogy Istenem, de boldog vagyok, hogy ez a férfi van mellettem, ez a nő van mellettem, és majd ez lesz évek múlva is. Ha így csinálod, a párkapcsolatod egyre kibontakozni fog, és nem úgy lesz, mint régen, hogy föllobban a szerelem, aztán fél év alatt ellaposodik, hanem itt az lesz, hogy lépésről lépésre egyre masszívabb és egyre stabilabb szerelem és érzelmi kötődés tud kialakulni. Most a szerelem működésében nem megyek bele, ez is száraz biológia, azt gondoljuk, hogy a szerelem az egy ilyen szándékos dolog, nem, ez hormonoknak a néptánca vagy összjátéka. Szóval, ki az, aki neked kell? Tudod egyáltalán, hogy kit keresel? Tudod egyáltalán, hogy milyen az az ember, akivel az életedet örömmel, boldogságban le tudnád élni? Hát legyen jó képű. Legyen jó feneke. Ugye? Vagy, mit tudom én, egyik kedvencem, legyen szép mosolya. Hajléktalanul is láttam én olyan szép mosolyt, érted, hogy 200 forintot rögtön kizsalt a zsebemből. De ez édes kevés. Tehát definiálnod kell. Nekem azt mondta egyszer nagymamám, amikor így beszélgettünk ilyen dolgokról, vagy valahogy hozzáadott, hogy nem szabad magasra tenni a lécet, mert nem lesz, aki megugorja. Ugye? Ez a csalódástól való megóvás. Én értem, hogy szeretettel mondta, de könyörgöm, hadd ne mondjam, mi veszteségem származott ebből az egymondásból az életembe. És nem bántani akarom nagymamát, ő jót akart, csak nem tudta jól megfogalmazni. Tehát ne tedd magasra a lécet, mert nem lesz, aki megugorja. Én azt mondom neked, hogy olyan magasra tedd a lécet, hogy művészet legyen megugorni. És elmondom, mi fog következni. Azt fogod észrevenni, hogy hopp, egy ember megugrotta, két hét múlva hopp, egy másik ember megugrotta. Na, velük érdemes szóba állni. Többivel nem. Tehát amikor ez egyébként hasonlít a vonzás törvényére, meg ilyenek, nem akarok ebbe belemenni, nem kell, higgyél benne, működik. De ahhoz, hogy egy úgy működjél, mint egy ilyen gigantikus, hogy hívják ezek, neodímium mágnes, érted, hogy így magadhoz vonz még a papírlapot is, érted? Ahhoz fel kell töltened magadat. Tehát fel kell töltsed magadat döntésekkel. Mert ez határozza meg, hogy környezetedből mi fog veled összetalálni, összetalálkozni. Miért nem érik el emberek éveken, évtizedeken keresztül a boldog párkapcsolatot? Egy. Nem tudják, hogy merre mennek. Ó, én szeretnék egy szép kapcsolatot. Érted, és már a hónapok óta csak ilyen nyolcosokat írnak le, mert körbe-körbe járnak. Definiáld. Határozd meg. Fel kell töltened magadat, ha nincs a fejedben egy napvilágos kép arról, hogy ki az, akivel te egy életre összeállnál, nem tud megvalósulni. És ez nem a teremtő hibája, nem a mások hibája, ez a te hibád. Ez olyan, képzeld el, most már vannak ugye ezek a modern autók, ez az önvezetős járművek. Ha vigyél valahova. Majd kiukadunk valahol, mondta két szűzhártya, ugye? Ezt csináljuk a párkapcsolatunkba. Mi lenne, ha bepötyögnéd, hogy álompasi, heti kerek egy háza? Döntsd el. Oké, de miről döntsek? Na most jön a következő nagy kihívás. Mondhatom azt, hogy vért fogsz izzadni, míg ezt összeírod. De rá fogsz jönni, hogy enélkül nem megy. Enélkül szívás az egész. Tehát el kell kezdened összeírnod, hogy ki az, aki neked kell. Teremtő isteni lények lévén nem fogalmazunk, hogy jó lenne, meg szeretném, akkor teremtés rögtön kijelző kívülre. Ki az, hogy nekem kell. És ehhez úgy állunk hozzá, hogyha ilyen összeírjuk a saját fontosságainkat. Én úgy voltam ezzel, amikor ezeket összeírtam, hogy én addig el nem megyek erről a bolygóról, amíg ezt meg nem éltem. Mert nekem ez kell. Én nem azért jöttem ide, hogy végig szerencsétlenkedjem az életem párkapcsolatokban, meg egyéb területeken. Nem. Hasra esek meg, de miben estem hasra? Á, ott az a vasdarab. Jó, legközelebb kikerülöm. Kész. És csak ezt javaslom nektek is. Igazából ez a biológikus megközelítése a konfliktus oldásoknak, probléma megoldásoknak, amit még emberek sokasága még mindig nem bírnak fölfogni. Betegségkezelés területén se, probléma megoldás területén, konfliktus megoldás területén se, és én falra mászok tőle.
Hadd mondjak most egy pici kitérő, konfliktus megoldáshoz egy egyszerű példázat. Belemegy a tüske a kezembe. Jön a spirituális. Ó, mi vezetett odáig, hogy belement a tüske? Igen. Igen, ott nem arra kellett volna kanyarodni, igen, és akkor hát itt ez a tüske, jó, szeretettel elfogadom. És ott marad a tüske. Hogy gondolkodik egy biológikus? Ah, belement a tüske. És megy az élet tovább. És nem agyalunk, nem kavágunk, nem szórakozunk, célirányosan a lényeggel foglalkozunk. És itt, amikor az ilyen bökkenőket, buktatókat kereső párkapcsolat területén, elengedhetetlen az önmagadhoz való őszinteség. Szóval, visszatérek, ki az, aki nekem kell? Ki az, aki neked kell? Milyen szempontokat vegyünk elő? Első, külső tulajdonságok. Kezdjük el a külső tulajdonságokat. Ezt úgy szoktuk tréningen, ez egy önmagában egy másfél órás dolog, míg ezt így végigbírom mondani normálisan, most önazonosításra fogok fogalmazni. Külsőleg, ki az, aki neked kell? Ki az, akire így ránézel, és így bezsibogsz tőle? Tehát, hogy ez egy nő, ez egy pasi. Van ilyen? Hát hányszor megélted már az életedbe? Volt olyan, képzeld el, hogy megláttam egy ilyen nőt, aki úgy a fejemben lévő mintáknak passzolt, és képes voltam elkésni reggel a munkahelyről, mert még két megállót mentem, csak azért bámuljam azt a csajszét, érted? Na ez volt a robotpilóta, aki ott, hello, az kéne neked. Csak az nem úgy alakult. Szóval, külső tulajdonságok. Induljál fentről lefelé. Milyen legyen a haja? Milyen legyen a szemöldöke? Milyen legyen az orra? A fogazata milyen legyen? Milyen legyen a szeme? Ők valószínűleg párkapcsolatban élnek, úgyhogy őket nem érdekli a dolog. Csak így tovább, szuper. Nyugodtan. Ilyen is van, hála Istennek, jó van. Ja, meg lehet, hogy húzós a dolog. Na. Fentről lefelé, ki az, aki nekem kell? Hogy néz ki? Jaj, legyen sármos, pasi. Hát ez semmi. Legyen csinos a lány. Ez semmi. Ez nem megfogalmazás. Ezért szoktam ezt a fontosságaim összeírását a pizzarendeléshez hasonlítani. Az előbb említettem. Amikor te pizzát rendelsz, ugye? Biztos láttál már, vannak olyan pizzériák, ahol ilyen rubrikák vannak, és beixeled, hogy vékony tészta, vastag tészta, magos tészta, mit tudom én extra. Akkor milyen feltétlen mustáros, tejfölös, kecsapos, mit tudom én, amit szoktak. És milyen feltéteket szeretnél rá? Képzeld el, a világ is így működik. Csak cseszünk rendelni. Nem rendelünk. És akkor jön a galaktikus pizzafotár, hozza a következő klienst, akiből tanulhatná, és akkor azt mondod, hogy a francban ő sem az igazi volt. Hát persze. Mi lenne, ha megrendelnéd azt a pizzát? Tehát, fentről lefelé mindent össze kell írni. Apropó még pizzarendelés. Szerinted a pizzagyárost érdekli, hogy te milyen pizzát szeretsz? Mit fog mondani a pizzagyáros? Itt egy megrendelés, hogy kérek valamilyen pizzát. Jó képű legyen. Jó seggel legyen. Érted? Na képzeld el, mi zajlik be szegénybe. Hát küldök valamit, az vagy jó, vagy nem jó. Mert ő neki kötelessége a rendelést teljesíteni. Tehát ez az üzlet. És mi a helyzet akkor, ha kap egy nagyon szépen kitöltött pizzarendelést, és azt mondja, hogy na, végre ez legalább tudja, mit akar. Vajon a pizzagyáros, a galaktikus pizzagyáros fog azzal foglalkozni, hogy a nagyszüleidnél mi volt a norma? Vagy hogy Brazíliában mi volt a norma? Vagy hogy éppen a nem tudom milyen mungótörzsnél mi volt a norma? Nem, egy dolog érdekli, hogy neked mi fontos. És el kell kezdened összeírni. Ne legyen benned olyan az, hogy hát azért, na hát, hogy kedves is legyen, meg őszinte, és az már sok, akkor legyen, akkor na őszinte. Könyörgöm. Hát magadhoz nem lehet szűk markú. Mindig ezt szoktam mondani, hogy ennyire hülye nem lehetek, hogy magamhoz szűk markú legyek. Akkor egyes vallások nagyon megtették a hatását valószínűleg. Amiknek nem az a célja, hogy te boldogan éljél. No, pizzarendelés. Tessék elkezdeni a pizzát megrendelni. Külső tulajdonságok, fentről lefelé. Milyen legyen a haja, milyen legyen a fogása, egyenes legyen, göndör legyen, kékszemű legyen, vastag szemöldökös legyen. Tudom, most megmosolyogtok, de majd meglátjuk akkor, milyen örömmel fogunk egymás vállán mosolyogni, amikor tényleg meglátod, hogy mennyire működik.
Nem kell hinned benne. Próbáld ki. Belső tulajdonságok, következő szempont, amit össze kell írnod. Milyen belső tulajdonságai legyenek? Mik tartoznak ide? Gondolkodása, természete, értékrendje, családi háttere. Hú, még azt is nekem kéne definiálni, hogy milyen családból származik? Igen. Hadd kérdezzek tőled valamit. Persze megértem, ugye, hogy sok sérült ember van a mai világban, de hadd kérdezzek tőled valami baromi őszintét. Te most egy sérült embert akarsz 20 éven keresztül tutujgatni, gyógyítgatni, szeretgetni, vigasztalni, vagy esetleg jó lenne egy olyan, aki úgy kerek? Mondjak csúnyábbat, aki nélküled is kerek. Miért? Mert arra lehet számítani, az nem stiklis. Az a legjobb, hogyha mind a ketten kerekek vagytok. És hol az egyik keréken gurul a kapcsolat, hol a másik keréken, hol mind a kettőn, mert mind a kettőre szükség van. Úgyhogy belső tulajdonságok, családi háttere, értékrendje, természete, ezeket össze kell írnod. És igenis, neked kell még azt is definiálni, hogy milyen családból származzon. Még azt is, hogy van testvére, vagy nincs testvére. Javaslom, hogy ha te egyke gyerek vagy, akkor olyan családból származóval álljál össze, aki szintén egyke gyerek, mert ti vagytok a rokon lelkek, ti egyformán gondolkoztok, nagyon hasonlunk, és kismillió konfliktust meg lehet spórolni. Figyeld meg azt a párkapcsolatot, hogy 6 gyerekes családból, meg egy egyke gyerek családból összeáll valaki. Olyan nem sok köszönet van belőle. És nem azért, mert egyik rossz, vagy másik nem jó. Tehát, ne! Más a gondolkodásunk. Legyünk okosak. Kezdjük az egészet jól. Ugye tudjátok, minden nagy versenyt úgy lehet megjelni, hogyha már a start is jó. Egy rossz start után nem tudsz versenyt nyerni. Úgyhogy én javaslom, hogy induljon jól. Természete, családi háttere, értékrendje. Hogyan gondolkozik? Ilyenkor ugye le kell írnod azt, hogy milyen számodra az ideális férfi. Milyen számodra az ideális nő. Hogyan viselkedik? Hogyan viselkedik a gyerekekkel? Hogyan viselkedik a családban? Hogyan jelenik meg? Hogyan viselkedik szexuálisan? És így tovább. Mindent definiálnod kell. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, jussak eszetekbe, és kérlek, ne szidjatok, hogy nem mondtam hangosabban. Amit nem definiálsz, az nem úgy lesz. És ez nem vicc. Nagyon durva. Jó, de akkor hogyan fogom én ezt jól definiálni? Erre is rátérünk. Családi háttér értékrendje. A következő szempont, amit figyelembe kell vegyél, tehát volt a külső és a belső. Nagyon fontos. Nem 20 dolgot kell összeírnod, hanem minden egyes ponthoz 50-et, vagy még többet. Tehát jól törnöd kell az agyadat, hogy ki az, akivel egy életre összeállnál. Következő, mi az, ami speckó nekem fontos? És akkor ide lehet beírni azokat az extrákat a pizzán, hogy én egy kis kapribogyót is kérek rá. Baromi ritka Magyarországon, de beixelem a kapribogyó. Én kapribogyós pizzát kérek, érted? Mit fog mondani a pizza futár? Ó, hogy nem szégyeli magát? Azt fogja mondani? Nem. Azt fogja mondani, hogy jaj, de jó, hogy legalább tudja, mit akar. Gyorsan el tudom intézni. A galaktikus pizza futár, akit mások Istennek neveznek, nem ítélget. Nézi a szerencsétlenkedésedet, és szerencsétlenkedésünket, és várja, hogy mikor veszük már észre, hogy hol a bökkenő vagy bukkanó. Következő, tehát mi az, ami spec neked fontos? Ide beírhatod, mit tudom én, hogy hatalmas kék szemei legyenek, vagy mit tudom én, természetes fekete haja legyen, vagy akármi, ami csak neked fontos. Ami tudod, hogy ez neked a zsánered például. Ide be lehet írni a zsánereket. Még egyszer, önmagadhoz ne legyél szűk, Markó. Definiáld. Amit nem definiálsz, az nem úgy lesz. És aztán következő, egyben záró pontja ennek a pizzarendelésnek, vagyis igénymegfogalmazásnak, mi az, ami kizáró ok. Ezeket is definiálnod kell. Tehát leírom, hogy kizáró ok, 2 pont. Például infantilizmus, éretlenség, önértékelési mizériák, elmezavarok, mi van még, ami kizáró ok lehet? Alkoholizmus, drogozás, bigott vallásosság, szőrtelenség, vagy szőrösség, tök mindegy. Olyanokat írnak emberek, ne tudni, meg párkapcsolati tréningen. Volt múltkor egy hölgy, és mondja, hogy ő nagyon ciki, de ő olyan pasit szeretne, akinek nincs szőre. Utálja, amikor egy pasi szőrös. Azt inkább legyen inkább tarkopasz, érted? Mert ilyen
Adja, jó Isten, kívánom legyen az, kívánsz. Biztos talál egy pasit, aki imádja magát borotválni, érted? Vagy mit tudom én, mert lelézer ezt az egész testét. Az lesz az ő párja. Tehát, szóval kizáró ok. Még egyszer röviden összefoglalom az igényeket. Belső, és a belsőben minden fontos dolog hozzátartozik, ami csak eszedbe jut. Külső tulajdonságok. Most kicsit összekevertem, tehát még egyszer külső, belső, ide tartozik a családi háttere, természete, értékrendje, aztán ami neked fontos, ami csak neked fontos. Egyik barátom például beírta, hogy én úgy bukok az ilyen kicsit kancsi csajokra, szóval felállt tőle a júj. Na, szóval úgy gerded az ilyen kicsit ilyen kancsi csajokra, és akkor írd be oda, hogy tessék, a kicsit legyen banja. Hát annak is megvan a szépsége. Hát figyelj, hogyha ránézel, és ettől te bezsiboksz, érted, és ilyen nővel tudod képzelni, ezt ilyen nővel képzeled el az életedet, akkor mit szégyellősködsz? Könyörgöm. Aztán kizáró okok. Tehát ezeket össze kell szedni, mert ez nekem fontos, és a kizáró ok. Vegyed a fáradtságot, nagyon megéri. Ez olyan, mint amikor a GPS-be beütöd az úti célt. Jussak eszedbe. Ez totál semleges, senkit nem érdekel, hogy te miket definiálsz. Nincsen Isten, nincsen ördög, nincsenek angyalok, démonok, akik cenzúráznák, vagy egyáltalán foglalkoznának a te igényeiddel. Ez egyedül neked fontos. És még egyszer, jusson eszedbe, ha ezt a pizzarendelést megcsinálod, feltöltöd magadat elektrostatikusan, biztos láttál már ilyet, most valahol láttam itt egy műanyag valamit, tudod, milyen az, mikor ruhán föltöltjük, és akkor a papírcetlit összeszedi az asztalról. Hozzá kell érinteni a papírcetlihez a műanyag csövet? Nem. Így cuppan rá a papírcetli. És így fogsz találkozni a pároddal is. Így fogsz találkozni azzal is, akire ráillik a személyleírás. Gyakori kérdés tréningen, hogy jó, de mi van, ha nem 100%-ban passzol rá? Csak 90%-ban. Mi van? Akkor is már 5000%-os előnybe vagy ahhoz képest, amit eredetileg választottál volna. Másik, ha napvilágosan a fejedben van a pizzarendelésed, baromi könnyű a választás. Nem megyünk tévutakra, nem megyünk bele reménytelen kapcsolatokba, mert már a kapcsolat elén észrevesz, hogy aha, aranyos, kedves, kigyúrt, vonzó, sármos, de lekezelt valakit az utcán nyíltas, és ilyen pasi, tudom, hogy ez elmezavar is viszlát. Csá, egy percet nem áldozol rá többet. És ez ezért nagyon fontos. Tehát egyszerűen bemágnesezed magad. Egyik tréningen kiakadt az egyik hölgyemény, és mondta, hogy na hát, töke tele van ezekkel a vonzástörvényesekkel, meg ez így nem is igaz, ő próbálta, nem működik. Jó, és akkor beszélgettünk, na mi a te zsánered, 2 méter fölötti pasi. Na, az igen. 2-10 is lehet. Jó van. A hölgy, 2 napos tréning, második nap majd 1 órát késett. Engem nem zavar, bejött, sziasztok, és mondja, hogy ne haragudjatok, hogy késtem. Tudjátok, tegnap este otthon megcsináltam ezt a feladatot, és beírtam, hogy csak 2 méter fölötti, de inkább 2 méter 10 centis pasik környékezenek meg engem. Erre ma megyek le az autóhoz, látom, ott van a lépcsőházban egy 2 méteres pasi. Akkor megyek az autóval, beállok a pirosba, és ott előadt a tréningen. Ennyit láttam a pasiból a másik autóban. Úgy felizgatott a dolog, hogy definiáltam, és másnap reggel 2 pasiba belefutok, hogy elment a kocsival utána, aztán megnézte magának, hogy hol száll ki, érted? Így rámozdult. Sokszor van az, hogy tetszik valaki, és akkor így agyalunk, hogy rámozduljunk, nem mozduljunk. Még rosszabb, rámozdulunk olyanra, akire nem kéne. Miért van ez? Mert van a fejünkben egy minta, ami, hogyha egyezik az a fejünkben, mint ami külső világban van, akkor bekapcsolnak kapcsolók. Akkor is, hogyha az nem a te javadat szolgálja, csak a túlélést, meg a faj fenntartást. Ki kell küszöbölni. Pizzarendelés. Pizzarendeléshez annyit szeretnék még most elmondani, hogy ez idő kell. Ez nem úgy működik, hogy na, ma megcsinálom, holnap ölembe pottyan. Amikor valaki ezt baromi komolyan előveszi magát és megcsinálja ezt, úgy megerőlteti magát, úgy szoktuk, hogy 2-6 hónap határidőt írunk a pizzarendelésre. Ezt ráírjuk a pizzarendelésre. Tudod miért? Mert a határidő nélküli cél csak merő álmodozás. Az sose fog megvalósulni. De ráírjuk, hogy aki nekem kell,
2-6 hónapon belül. És aztán jön a külső tulajdonságok, és így tovább. Tehát a határidő nélküli cél csak merő álmodozás. És mit csinálunk addig? Csiszolgatjuk a pizzarendelésünket. Nagyon durva, ne tudd meg. Már összeírtál 30 dolgot. Kimész az utcára, beszállsz a buszra, és akkor látod, hogy valaki valahogy viselkedik. És elgondolkozol, hogy hú, ezt nem írtam föl. Hazamegyek és fölírom. Tehát ameddig a pizzarendelésed nem valósul meg, azért nem valósul meg, mert valami baromi fontosat még lehagytál, amit még nem tudatosítottál. Ennek az előadásnak az volt a célja, hogy egy kis, hogy is mondjam, egy ilyen jó start pozíciót adjon neked a leendő párkapcsolataidhoz, vagy párkapcsolatodhoz, és már eleve jól indulj, hogy ne vesztegesd az idődet, energiádat, és ne kóvályogjál, és ne menjél reménytelen esetek után, hanem valóban legyen meg a boldogságod. Miért? Miért jöttünk ide, emberek? Miért vagyunk itt ezen a földön? Azért, hogy iskolába járjunk, dolgozunk, szenvedünk, megöregszünk és meghalunk? Ez lenne az értelme a dolognak? Nem. Hanem, hogy jól legyünk. Én azt javaslom, tegyünk e felé lépéseket. Nézzük meg, hogy mi az, ami oda vezetett, hogy elégedetlenek vagyunk. Nézzük meg, mi az elégedetlenség tárgy, és csináljuk másképpen. Ez semmi extra, csak száraz, biológikus gondolkodás. Még egyszer, hölgyek, urak, összefoglalva az előadás címszavakban, először is tanuld meg a biológiai természet törvényeket. Ezt most én itt kihagytam, fölmész YouTube-ra, Magyar Földre Baláti találkozó címmel, Fankadali neve alatt is megtalálod egy alapismeretek, nem is egy, van fent sok alapismeretek előadás. Legalább értsed a biológiai természet törvényeket. Kell, hogy értsed a kétszakaszúságot, az, hogy konfliktus nélkül nincsen természetes elváltozás. Ha van, az csak mérgezés, baleset vagy sugárzás lehet. De természetes elváltozás függvénye a konfliktus elszenvedése. Hogy te tudjad, hogy mennyire fontos ez a dolog. Másik, derítsd ki, hogy mire vagy beállítódva. Tehát derítsd ki, hogy milyen programok vannak benned, amik akár esetleg eddig nehezítették a boldogságodat, mert hozod a családi mintákat. Harmadik lépés, definiáld, hogy mit szeretnél, és legyél nagyvonalú magaddal. Legyél, figyelj, inkább írjál össze 150 dolgot, aztán majd 20-at elengedsz, mint hogy összeírsz 20 dolgot, és abból 18-at elengedsz. Mert így szoktuk csinálni. Akkor azt mondja, hogy én fejből tudom, hogy nekem mi a fontos, na az, aki 20-ból 18-at el szokott engedni, utána meg szidja a másikat egy fél életen keresztül. Tehát derítsd ki, hogy mire vagy beállítódva, más, harmadik, dönts másképpen, definiáld a fontosságaidat. Döntsd el, hogy mit küldjön a galaktikus pizzagyár. Miután kész a pizzarendelésed, csiszolgatod, és utána a feladat az, hogy kapcsolódj másokkal. Tehát hagyd abba, hogy futsz a másik után. Hagyd abba, hogy ott van egy rossz érzés benned, hogy jaj, de szar egyedül lenni. Már tudom, hogy 10 éve próbálkozok normális párkapcsolatokkal, és sose sikerül, meg ilyesmi. Hagyd ezt az egészet most. Nézd, járjál nyitott szemmel. Úgy szoktuk ezt mondani, mondjuk inkább külföldön, hogy keep in motion, vagyis maradj mozgásban. Tehát éld az életedet, ugyanúgy jár dolgozni, csináld az életet, csináld a vállalkozásodat, kapcsolódj emberekkel, ugyanúgy állj be a buszmegállóba, és egyszer csak jön az a pillanat, hogy őt meg kell szólítsam. És már nem lesz kérdés, hogy megszólítod-e, és hogy kapcsolódsz-e vele. Úgy fogtok összecuppanni, mint két neodímium mágnes. Jussak eszedbe. Eszméletlen jó dolog ezt megélni. Hát nem mondjam, hogy néhány párkapcsolatomnak így futottam neki, és amiben most benne vagyok, az mindent visz. Nagyon boldog és elégedett vagyok. Úgyhogy nagyon jó szívvel tudom neked ezeket ajánlani. Szóval, hogyha nem sikerül az igazit megtalálni, ennek az a legfőbb oka, hogy nem tudod, hogy mit keresel. És persze, hogy nem fogod tudni megtalálni. Ezt szerettem volna párkapcsolat címint, mint leggyakoribb problémaforrások és baklövéseknek a meleg ágyát megismertetni veled, elmondani. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen.